Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit, február 15-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak a Székesfehérvári Közösség és Kulturális Központ művészeti intendánsával, Matuz Jánossal, majd ellátogatunk egy színházi improvizációra épülő estre, az Ugorj be mostra. Tartsanak velünk! Megszokhattuk, hogy Matuz János íróként, rendezőként és koreográfusként is jeleskedik nemzeti ünnepeink programjain. Most újra egy nagy évű produkcióra készül. Most, kedves nézőink, ahogy ígértem önöknek, egy beszélgetéssel kezdjük ezt a Paletta magazint, vendégem pedig Matuz János, a Székesfehérvári Közösség és Kulturális Központ művészeti intendánsa. Örülök, hogy itt vagy velünk. Köszönöm szépen. Egy felhívást tettél közzé, hogyan teltek az 50-es évek Fehérváron, hogy élték meg az emberek az októberi forradalmat, illetve egy kérés, hogy ossza meg velünk családja emlékeit. Annál is inkább fontos számunkra 56, és számodra is, hiszen most már jó néhány esztendeje te vagy az, aki összegyűjti és a gyermekek által azokat a történeteket, amelyeket az idősek megosztanak velünk, és a gyermekek által, fiatalok által pedig bemutatásra kerülnek. Tehát itt volt 2016-ban a Magyar Advent. Én azt gondolom, hogy az áttörés volt nem csak az évforduló okán, hanem nagyon-nagyon ritkán látunk. Én még visszaemlékszem azokra a középiskolás időkre, amikor még nem lehetett 56-ról beszélni hivatalosan, majd aztán, amikor igen, de akkor is inkább vigyázba álló gyermekek mondtak, kilépve a sorból egy-egy gondolatot, és amit pedig te összegyűjtöttél már a 2016-osban is, az már példaértékű, és az a valósághoz közel áll. Arról nem beszélve, hogy a székesfehérvári történések, nyilván az országos történések is szóba kerülnek, de a zömét, az alapját a székesfehérvári történések adták. Honnét jött a gondolat? Ugye a felkérés az úgy szólt, hogy a 60. évfordulóra valami maradandót és emlékezeteset hozzunk létre a Fehérvár közterületén, és akkor én már ideje dolgoztam tehetséges fehérvári diákokkal színházi előadásokon. Kezembe kerültek különböző fehérvári könyvek, a Magyar Advent című gyűjteményes kötet Keszeitől, és elkezdtem végigolvasni a korabeli dokumentumokat, és elővillant nálam egy ilyen több helyszínes, nagyon látványos, inkább, ugye 56 az nagyon filmszerű. Azok a sötét díszlet, az utcadíszletek, a tankok, a jövőmenő emberek, a fegyverropogás, az egész korabeli hangulat, és akkor egy ilyen több helyszínes passiójátékot szerettem volna létrehozni több kisebb színpaddal és vándorló közönséggel, akik a főtértől gyakorlatilag az Icsi-liget elején felállított tankokig végig kíséri, szó szerint az utcanépe végig kíséri ezt a történetet, és különböző stációkban megállunk, és ott a legkülönbözőbb művészeti ágakban, kórusmuzsikában és egyéb színházi jellegű jelenetekben bemutattuk egy eseménysort, egy ilyen magyar passiót, ha úgy tetszik. Hát nagyon látványos volt a külsőség, mert akkor hoztunk, ugye először Csepel-Teher autót a főtérre, azt nagyon-nagyon szerették az idősek, mert mondták, hogy az ő gyerekkoruk, és az a Csepel, az tényleg nem csak egy sima teherautó, az egy ikona. Az egy akkora darab vas ott a főtéren, és annyi jöttek az emberek, és simogatták, mint valami régi ismerős. Rendkívüli méltóság övezte ezt az első alkalmat. És nem csak az évforduló, a kerekévforduló okán, hanem ez nagyon is valóságos volt, úgyhogy egy cseppet sem csodálkoztunk mi nézők, és gondolkodók, és visszatekintők, hogy 2017-ben a tűz csiholói következett, egy kicsit más szemszögből nézve. Én megpróbálok minden ilyen általam jegyzett ünnepi műsort az adott iskola kompetenciájára írni, megtehetem, mert az írója is vagyok ezeknek a történeteknek. És akkor azt gondoltam, hogy ugye
az 56-os eseményeknek mindig egy ilyen sarokkövei a munkások, illetve a szakmunkások, akik a szakmunkási padokból rajzottak ki és fogtak fegyvert, és akkor milyen jó lenne, hogyha ide 56-at én a szakmunkás fiatalok szemszögéből nézném meg, és akkor gondolkoztam egy, nevezzük úgy, hogy új művészeti ágon, a flex árton, ami azt jelentette, hogy hatalmas nagy rozsdamentes acél lapokat ipari flexekkel, hogyha megflexenek, akkor abból ilyen tűzcsóvák, ilyen fénycsóvák rajzanak ki. És azt gondoltam, hogy flexelni az lehet nyilván egy iskolában is, de Rovó Tamás színházi koreográfus koreográfiáját táncolni közben azt nem lehet. Úgyhogy én tulajdonképpen a második utcaszínházi 56-omat gyakorlatilag erre a képre próbáltam fölvezetni, hogy itt valamit kiemelünk a szokásos közegéből, és egészen másképpen egy művészeti formává változtatjuk. Tehát gyakorlatilag ezt az előadást én a váci szakmunkás tanulóinak a kompetenciájára írtam, és köréjük szőttem az egész történetet, és hát az iskolának ez szerintem azóta is benne van a legendáriumában, mert el lehet képzelni, hogy a mindent látott szakoktatók mit láttak, amikor a műhelytermekbe benézve azt látták, hogy a diákok flexel a kezükben, kortárs koreográfiát táncolnak a padok között. Igen, emlékezetes ez is. Jött 2018. Különböző műhelyek vannak a városban, színháztól függetlenül. Én ugye már csak a kórus múltamból fakadóan is, én nagyon-nagyon nagy tisztelettel néztem Autági tanárnő munkáját, hogy akkoriban a Telekiben egy hihetetlenül magas színvonalon működő vegyeskar volt, és fiúkar most is nagyon jók. De hát ugye az Ági egy legenda. Összenőtt a neve a Telekivel, és akkor azt mondtam, hogy jó, hát az Autági féle vegyeskar az mindent megnyert és mindent tud, de vajon tudnak-e filmzenét csinálni? Tehát tudom-e én ezt a kórust, ugye föláll egy kórus mereven, néz velünk szembe és énekel. Tudom-e ezt a kórust úgy mozgatni, mint egy filmes vagy egy színházas diszetet, és meg kell mondanom, hogy a tanárnő az első próbától a legutolsóig, beleértve a hétvégi összpróbákat is, az összes próbán ott ült, és nem tanárként ült ott, hanem érdeklődő nézőként ült, mert egyszerűen azt mondta, hogy vonzotta őt az az energia, ami a saját kórusából áradt kifelé azáltal, hogy teljesen más művészeti megnyilvánulású közegben volt rájuk számítva. Az előadás szerintem elsősorban egy kiváló vegyeskar kreatív mozgatása révén maradt emlékezetes. 2019 külnél keményebbek. A külnél keményebbek. Ez is kedves a szívünknek, mert ez megint csak stílusában, a gondolatisága ugyanaz, de stílusában megint máshol. Ugye vannak sztereotípiák, hogy már megint csak egy, ugye most technikon már, hogy akkor szakgimnázium, ugye a Széchenyiről van szó. Ha vannak sztereotípiák, akkor azt jelenti, hogy mondjuk a Széchenyinek legendásan nincsen tánckara. És akkor azt gondoltam, hogy csináljuk egy előadást arra, ahol a Széchenyi Technikum diákjainak tánc kompetenciájára kellene építeni, és a Tátrai Réka, akivel akkor már több második alkalommal dolgoztam együtt, ugye Fehérvár táncosa volt, és csodálatos ember, és nagyszerűen táncol, és minden jót kívánok neki. Bevállalta ezt a Mission Impossible-t, hogy a saját maga által készített koreográfiákkal idézzük meg a Széchenyi diákokkal, fiúkkal, lányokkal azt a kort, amiben éppen volt, és erre az egészre én rátettem egy elképesztő hangot, az a Vörös Janka hangja volt, mert ezt a Széchenyi is mozgáskultúrát szerettem volna egy világszínvonalú hanggal együtt egy színpadra tenni, és nagyon boldog vagyok, hogy szerintem az 56-os utcai események apoteózisát ezzel a két nagyon erős jelenléttel meg tudtuk mutatni a közönségnek. 2020, egy tévéjátékról kell, hogy beszéljünk, mert ez újdonság erejével hatott mindenképpen, és rendkívüli figyelem kísérte, hiszen akkor már benne voltunk a koronavírus járványban a szemek idején,
és nagyon-nagyon vártuk, hogy mi történik. Nem így készült, az megint arra a itt meglévő fehérvári helyzetre gondolódott az a szöveg, hogy van egy iskola, a Kodolányi, ahol alsó és felső évfolyamokban két külön nagyszerű képességű és felkészültségű drámatanár, drámapedagógus dolgozik. Ezért aztán nekem lehetőségem van jó minőségű munkát kapni egy általánosiskolás csoporttól, egy másikat egy középiskolás csoporttól. Így először tudtam megmutatni, vagy tudtam elgondolni a színpadon azt, hogy ezek nőnek. Tehát akikről most beszélünk, 56-os fiatalok, ők a 40-es évek végén, a háború végén még ilyen kicsik voltak, és az óvóhelyeken kucorogtak, és 6 vagy 8 évvel később az iskolapadból kijöve fölmentek a barikádokra. Ezt a változást szerettem volna szövegében megmutatni, és volt egy kompetencia, miszerint ott nagyon jó vizuális műhely van, egy helyi ottani tanár segítségével, a Dani segítségével, és ez egy hatalmas LED falon emellé a életjáték mögé nagy képeket. Jött a Covid, minden más, az egészből tévéjátékot kellett csinálni, a Vörös Marti Színháztól megkaptuk a Pelikán Stúdió Színházat, oda 3 napra bevonultunk, 3 kamerával, 20 mindenre elszánt diákkal, és forgattunk 3 napon keresztül úgy, hogy napról napra, percről percre harcoltunk a Covid-dal, mert nem egyszer volt, hogy valaki előző nap még volt, és másnapra már karanténba került. Tehát gyakorlatilag a vége már egy igazi vágta lett, mert egyetlen volt biztos, hogy abban a 3 napban be tudjuk fejezni a forgatást, mert el kell menni a szereplőknek a Covid miatt karanténba. És lett belőle egy 45-50 perces televíziós játék, ami nekem váratlanul és szívmelengetően nagy ívet futott be, mert én még annyi telefonhívást és üzenetet egyetlen utcai műsorom arra sem kaptam, mint a tévéjáték után. Tehát ez megerősítést jelentett. Igen. Mindenképpen. Igen. Akár 2021-re, hiszen tudjuk, hogy akkor is billeget, hogy lesz 56. október 23-án előadás vagy sem, aztán végül is jött az Igazak, ami én azt gondolom, hogy eddig a csúcspontja, bár az idő nem kedvezett semmiképpen sem, tehát sajnos kevesen látták, hiszen azért tudjuk, hogy a kellős közepén voltunk. Igen. A Covid-járványnak, de én azt gondolom, hogy ez már megint egy más szemlélettel készült, és azt mondom, hogy bejött. Ugye a dolog az igazából, ugye ez egy visszatekintő műsor volt, mert az, amiről most eddig beszéltünk, 16-tól kezdve, az egész egy 2015-ös zárt körű előadással kezdődött. Gyakorlatilag megkértek arra, hogy lesz egy megyeházán egy ünnepi műsor, semmi szokásos, és arra valami 56-tal kapcsolatos kis megemlékezést tudnék-e írni, és akkor dolgoztam a Pelikán kamarában a bölcsök olivérékkel, a többiekkel, és akkor gyorsan összeraktunk egy történetet, és akkor ott fölálltunk az első sorok elé, és tulajdonképpen egy ilyen félnarratív módon elmeséltük, ez a személyes történetünk lenne, és az valami rettenetesen nagyot szólt akkor. Igen. 15-ben, ezért kaptam 16-ban a felkérést az első nagy utcaszínházi tankos mindenre, és akkor azt gondoltam, hogy ez a 7. előadásunk lesz, mi van, ha visszatérnék ehhez az eredeti szövegkönyvhöz. A 7. te magad légy. 7. te magad légy alapon, és azzal a különbséggel, hogy megnéznénk azt, hogy az a nagyon egyszerű, se helyünk, se eszközünk, semmink nem volt, 15-ben meg elkészített előadáshoz képest, az egész dolog hová fejlődött. És akkor így lett a dolog, hogy hozzáépítettem azt a vizuális világot vetítésben, koreográfiában, Róvoton meg nagyszerű munkát végzett, és tulajdonképpen azt a történetet meséltük el újra egy kibővített színpadra alkalmas körítés mellett. És ami nekem nagyon nagy öröm volt, hogy azt kellett látnom, hogy ami kicsiben működött a megyeházán, az szerintem működött. Igen. Nagyban a főtéren is. Bőrcsök Olivér azóta már végzett színművészként szárnyal, viszont van nekünk Csengei Marci. Így van.
Fontos kérdés, hogy miként sikerült a fiatalokat megnyerned, hiszen számukra tetszik, sajnos nekünk nem tetszik, korombelieknek, a fiatalokat eddig kevéssé érdekelte, hogy mi történt 56-ban, általában a történelem, és neked úgy tűnik sikerült meggyőznöd őket, és a pedagógusokat nem különben, hogy figyeljenek oda, hiszen eltérő iskolák, másféle szakképző, illetve szakközépiskolák és gimnáziumok ugyanolyan szintű munkát végeztek. Igen, az első 2-3 alkalommal nem volt nehéz a dolgom bizonyítani, mert hogy egy standard csapattal dolgoztam, a saját csapatom, úgy tetszik, akikkel azt csináltam, most meg ezt csináltam. Amikor 18-ban váltottam stratégiát, és azt mondtam, hogy ne, hogy iskolákhoz menjünk, és iskolák kompetenciájára építsük a műsort, ami egyen nehezebb íróként, de sokkal szabadabb. Így aztán nem igazán képzett. Tehát az előképzettség, a diákszínpadi múlt és a mindenféle egyéb, az nem volt fontos a dologban, és minden egyes ilyen alkalommal, amikor elmentem iskolákhoz, akkor az igazgatók tudták, hogy kimegy oda, és körülbelül mit szeretnének tőlem várni, ha igent mondanak, a diák nem tudta. Tehát én ezeket a kvázi meccseket minden ilyen iskolai közösséggel, ahová én beteszem a lábamat, újra és újra megküzdöm, megélem és megnyerem. Ez azt jelenti, hogy mindig ez a mit akar itt a bácsi. Tehát, hogy ők nem tudják, nem ismernek, nem látták, semmit nem láttak tőlem, máshol élnek, máshol tartanak, nem is baj. És utána a munkafolyamat, amit elvégzünk együtt, az a figyelem, ami rájuk irányul, és azok az energiák, amiket a próbákon, a főpróbákon, az előadáson, a tévés közfigyelme, a média közfigyelme, az, hogy hirtelen átélhetővé válik számukra, mint az, ami addig csak egy olvasott anyag volt, ebből egy olyan élménnyel szállnak ki ezekből a közös munkákból, ami egy életen át elkíséri őket. És megérkeztünk a mába. Én azt gondolom, hogy ez is nagyon-nagyon fontos. Ugye mi hozzászokhattunk, hogy a rendszerváltás után, rendszerváltás előtt egyáltalán nem esett szó 56-ról, csak a családi közegben rendszerváltás után is el kellett telnie bizonyos időnek ahhoz, hogy megnyíljanak a résztvevők, hiszen akkor még köztünk voltak. És nekünk is van olyan személyes tapasztalatunk, hogy a 2000-es évek elején már azért nyitottak az egykori szereplők. Nagyon sok mindenkivel beszélgettünk, de nyilván a főszereplők voltak azok, akik megszólaltak, akik nyugodtan és büszkén mondhatták, hogy én ott voltam a Városháza erkélyén, vagy részt vettem ezekben a napokban a forradalom eseményeiben. Most viszont azzal, hogy ezzel a felhívással a minden család megszólalhat, mert számtalan olyan család van, úgy gondolom, hogy ez egy óriási lépés. Igen, és akkor itt most tetten lehet érni a mondjuk az alkotói folyamatot, tehát nagyon örülök, hogy nem kérdezett tőlem, hogy mit akarok csinálni az idei 56-23-ai esemény kapcsán, mert még nem tudom. Tehát én gyakorlatilag pontosan azért szólítottam meg a fehérvári jakat, akik ebben az ügyben bármiféle emlékmorzsákkal rendelkeznek. Megpróbálom összegyűjteni ezeket az emléktörékeket, hangulatokat, pillanatokat, neveket, mozzanatokat, eseményeket, sztorikat, ha oda halazán kapcsolódik, ha szorosabban kapcsolódik, mert ezekből az emlékmorzsákból szeretné majd összeszűrni azt a szőttest, amiből majd egyszer csak egy 56-os szőnyeg lesz. Nyilvánvalóan a mainstreamet, a vaskos mindent föltáró beszélgetéseket megtettétek ti, megtették a tudósok. Ezeket én el fogom olvasni, és adott esetben meg fogom keresni az illetőket, hogyha van kérdésem. De én valóban nagy szeretettel várom azt, hogy mind ez ugye is egy közös történet. Hát nagyon furcsa, hogy 1848-hoz képest, ahol ugye arcuk van, történetük van a főszereplőknek, szinte mindenki valamilyen köztéri talapzaton áll valamelyik város jelentősebb terén. Ehhez képest 56 az egy kvázi arctalan történet, mert ott nem egyes emberek nagy legendás hőstetteiről van szó, hanem ez egy közösség.
fiatalok közössége, akik egyszerűen valamilyen módon hirtelen előjöttek az iskolapadokból, az esztergapadok mellől, és hirtelen megtették azt, amit meg kellett tenniük. Most ezeknek a privát legendáriumoknak szerintem otthon vannak még föltáratlan pillanatai. Bizakodó vagyok, nagy kívás, nem kétséges. Ugyanakkor természetesen azt írásban is el lehet juttatni, ezt mondom, kedves nézőink, és majd a későbbiekben is közzétesszük, hogy a Székesfehérvár Közösség és Kulturális Központ címére, tehát a fürdősor 3-ra, illetve e-mailben a matusz.janos@fehervariprogram.hu-ra, és az író-rendező barátunk természetesen majd házhoz is megy, majd a jelentkezéseket, és nyilván figyeljék a Közösség és Kulturális Központ híreit, mert ebben részletesen benne van. János, köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget. Munkát kívánok hozzá, és bízom benne, hogy körülbelül ennyi lesz már, mint a írott változatban, és várjuk ezt az október 23-át is. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. Ugor be most címmel rendezte meg színházi improvizációra épülő estjét az Értékmentők csapata. A nagy sikerű előadásban Kis Diát, Varga Gabit, Krisztik Csabát és Kovács Tamást köszönthette a közönség. Enni akar, vagy hazamenni? Először enni, aztán hazamenni. Az Értékmentők csapata az iGeneráció Egyesület rendezésében a színház kávézójában folytatta a nyáron életre hívott Ugorj be most a Vörösmarty Színház művészeinek humoros, szatirikus alaphelyzetekre, rögtönzésekre és helyzetgyakorlatokra épülő négy szereplős színházi játékát. A Teltházas Színházi Esten Varga Tamás országgyűlési képviselő nagyvonalú felajánlásának köszönhetően ezúttal a Kríziskezelő Központ részesült az előadás bevételének támogatásából. Az Értékmentők nem csak nevükben értékmentők, hanem valóban a fiatalok értékeket mentenek, és ez az Ugorj be most, ez egyrészt egy beugrás, egy játék, ami egy fantasztikusan izgalmas játék lesz. Nekem két dolog jutott eszembe róla, hogy én sok évtizeden keresztül tanár voltam, és ez a beugrás egy, olyan, mint egy tanárnak a helyettesítése, amikor azt mondják, hogy bemész reggel, és na, akkor be kell menned órát tartani valaki helyett. Hát nyilván egy angol tanár nem tud matematika órát tartani, és fordítva, de az is egy beugrás. A másik emlékem Szakácsi Sándor, aki azt hiszem, hogy azon kívül, hogy egy fantasztikus színész volt, és talán Magyarország legizgalmasabb szinkron hangja. Ő arról volt híres, hogy iszonyatosan jó beúró színész volt. Egyetemista koromban statisztáltam a Végszínházban, és emlékszem, volt egy úri-muri előadás, ami két nappal a bemutató előtt majdnem meghiúsult, mert Koncz Gábor, aki a főszerepet játszotta volna, megbetegedett, és Szakácsi két nap alatt megtanulta a főszerepet, majd beugrott, és hihetetlen nagy sikere volt, nagyobb sikere volt, mint azokban a szerepekben, amikre felkészült, és amelyek az ő szerepei voltak. Úgyhogy nagy izgalommal várjuk a fehérvári beugró színészeket. Az fontos, hogy a szituáció az, hogy hencegni kell, jó, hogy ki a nagyobb pincér. Úgy nem fog menni. Tudod, mennyi morralót szedtem össze tegnap? Ki nem szarja le? Az est életre hívója az iGeneráció Egyesület elnöke Plecser Ádám és munkatársai ismét nagyot alkottak. A Teltház megerősítést adott számukra, kell és érdemes a segíteni vágyókat meginvitálni egy ilyen kötetlen hangulatú színházi játék megtekintésére. Mikor mi ezt csak úgy próbaszerűen a Diával, a Kis Diával kitaláltuk, hogy csináljunk egy ilyet, már az első alkalom után, amikor láttuk az embereken, hogy ez élvezetes, ez jó, ez örömet okoz, akkor gondoltuk, hogy hát ebből sorozatot kéne csinálni, és gyakorlatilag mi mindig igyekszünk olyasmit csinálni, ami, mondom azt, hogy hiányzik, vagy hogyha szabad így fogalmazni, egy olyan üres rés, amit a kultúra terén érdemes betölteni, és ez pont egy olyan műfaj, ugye ez az improvizáció, ami gyakorlatilag városunkban nincs, vagy ebben a formában, hogy mit csináljuk, nincs, és azt gondoltuk, hogy hát akkor hajrá. Úgyhogy itt gyakorlatilag sorozat, amiről beszélhetünk, havonta, másfél havonta tervezünk egy
kis előadást. Egyébként kimozdulunk most már Fehérvárról is, hiszen hát voltunk Móron, megyünk Bodajkra, megyünk Polgárdira, de itt Fehérváron belül pedig nagyon örülünk, hogy végre a színházba is bejöhettünk, hiszen hát ez egy kiváló tér, ahol ezt meg tudjuk valósítani. És nekünk azért kezdetektől az a koncepciónk, hogy ahol lehet, ha szabad így fogalmazni, sok mindent együtt csináljunk. Itt, ami sok mindent együtt csinálunk, az, hogy egyrészt jön egy közönség, akit szórakoztatunk, kettő pedig, hogy ez a közönség ugye vesz egy támogatói jegyet, ezzel pedig valamilyen jó ügyet támogattunk. Úgyhogy ha valaki, szoktam mondani, hogy kacagva támogat valami jó ügyet szó szerint, és ez gyakorlatilag azt gondolom, hogy egy olyan koncepció, amit hosszú távon lehet csinálni, mivel mindig máshova megyünk, ezért mindig más a témája is egyébként a játéknak, úgyhogy nem lehet megunni. Még mi se unjuk meg egyébként, így az ötödik alkalom, vagy talán már hatodik alkalommal vagyunk, nekünk sem unalmas, úgyhogy megyünk tovább, reméljük, hogy majd egyszer a 100-as jubileum, vagy nem tudom, akkor is beszélgetünk, gyakorlatilag megyünk és csináljuk ezt a kis programot. Az esten a színház társulatából Kisdia Varga, Gabi, Krisztik Csaba és Kovács Tamás mutatta be improvizációit, akik láthatóan lubickoltak szerepeikben, mosolygós, nevetős csodapillanatokat hozva a színház barátoknak. Számomra kedvelt műfaj, és az veszi rá a művészt, vagy hát az embert, hogy ezt nagyon jó csinálni, és hogy legyen kedve, tehát egyszerűen jó kedvre deríti az embert, és folyamatosan életben tartja a neuronokat és a mozgást az agyban, és egy ilyen, nem tudom, egy ilyen agyfényezésnek tudnám nevezni ezt az improvizációt, és én nagyon-nagyon szeretem csinálni, és mindig jó kedvre derít, úgyhogy mindig úgy megyek haza egy ilyen improvizáció után, még ha fáradtan is kezdek bele, hogy teljesen egy megújult emberként érek haza. Az esten ismét megtapasztalhattuk a beugró fergeteges improvizációiban, az életből elesett helyzetek bármikor képesek kiszámíthatatlanul vicces fordulatot venni, hogy végül mindig ugyanúgy a nézők önfelett nevetésével végződjenek. Ez egy mély víz. Én szeretek különben mély vízbe ugrani. Most ugye más tagunk is lesz, tehát igazából ez is ilyenkor másféle energiákat, meg más dolgot hoz be. Ugye Andrássy Máté lesz most a negyedik partnerünk, és hát ilyenkor kihívás, tehát ugye nincs garantálva az sem, hogy valami feltétlenül nagyon klasszúsul el, de borzasztóan megmozgatja az ember idegrendszerét, fantáziáját, kreativitását, mindent. Úgyhogy ez szerintem ez egy ilyen jó színész torna ilyenkor, hogyha az ember egy ilyet csinálhat. Ilyen szigorú vagy? Szép fiúnak tartod magad? A kötetlen színpadi játék egyik nagymestere, Krisztik Csaba ezúttal is bizonyított, hogy a helyzet komikum műfajához a vele született tehetségen túl elkél a magas szintű színészi munka is. Biztosan állíthatom, hogy minden egyes alkalom előtt rettentően izgulok és izgatott vagyok, hogy ma mi fog történni. Ez a beugrónak a sajátossága, hogy úgy megyek fel a színpadra, hogy tényleg nem tudom a következő pillanatot. De közben, amikor elindul a párbeszéd a nézőkkel, és valahogy egy platformra kerülünk, akkor mindig érzek egyfajta felszabadultságot, és ez rendkívül jó érzés. És úgy egyébként is ennek az egész beugrónak a sajátossága az attól valahogy azt érzem, hogy ilyen tréningben tart valahogy az agyamnak egy olyan részét mozgatja meg, ami egy színésznek nagyon fontos, hogy friss legyen ebben a helyzetben, és ez frissen tart, úgy érzem. Az est megerősítette, az értékmentők értéket teremtettek, végérvényesen meghonosítva a színházi játék kötetlen formáját Fehérváron. Folytatása következik. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban ugyanitt. Viszontlátásra!